Ez itt mögöttem egy pici erdei szállás, igazából ifjúsági szállás a neve. Hajdanán határőr laktanya volt itt. Szlovéniában vagyok egyébként, de nagyon rajta a szlovén-magyar határon, Hódosnál. Ez így Hódos fölött a dombon van ez a kis létesítmény. És látszik az ég alja. Hát vagy hajnal van éppen, vagy este, de egyébként este. Méghozzá nem sokára 9 óra. És itt a hajdani határőr laktanyában volt egy ilyen kis welcome vacsora, amit a szlovén randonőr klub képviselője tartott itt nekünk. Andrej, egyébként évek óta ismerem a srácot. Ilyen szlovén BRM versenyekről. Most egyszer éppen több ilyen hosszú távú, ilyen ultratávú BRM verseny is van, ilyen 1000 meg 1200 kilométeres, itt összefutnak a szálak éppen. És akkor egy vacsorát tartott. Én nem éppen így egy verseny közepén vagyok, én most fogom elkezdeni. Tehát ez egy ilyen, tényleg egy welcome party volt. Nekem és hát még 4 másik indulónak, 3 bolgár és még egy magyar indulója van ennek a BRM-nek, amin indulok, 1200 kilométer. 9-kor van a rajt, lent Hódosról hivatalosan mondta Andrej, hogy itt is megejthetem a rajtot akár. Hát jó van, tök mindegy egyébként. Lemegyek a hivatalos rajthoz, aztán indul a menet majd. Nézzétek, milyen szép. Csak ne álljon meg az ember, mert ellepik a szúnyogok. De ez a nap lemente, hát ez gyönyörű. Oda süssetek, nem mindjárt lefényképezem. Szóval 1200 kilométer, 2 hete nem ültem biciklin. Iszonyú fáradt vagyok, iszonyú álmos, iszonyú edzetlen. Végig azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ezt így le is fújom. Lemondom, nem indulok. Úgy vagyok, elindulok, majd meghalok 50-60 óránál, ha nem, akkor 90-ig talán beérek, mert hát 1200 kilométeres BRM-nek. Általában 90 óra a szint ideje, mennyi szint lesz egyébként benne, és pontosan hogyan is fog ez menni, hát ezt majd így közben elmondogatom, de hát estével kezdődik a BRM, tehát pont az elején nem nagyon fogok sokat filmezni, de megmondom, hogy mi a neve. Ugye mindig van egy neve a BRM túráknak, egy ilyen kis jó hangzó címe, elnevezése. Ennek az magyarra fordítva prágai utazás. Szóval a hivatalos rajta Hódosi kocsmánál volt. Többiek már elmentek, mire odaértem. Ott voltam kicsit 9 előtt, de hát ugye úgy sem számít semmit. Egyébként a rögzített trekket kell majd elküldeni a szervezőknek, néhány fotóval is így megfűszerezve a dolgot. Tehát a rögzített trek, néhány fotó, és akkor most Hódos. Igen, nyugat felé tartok, aztán picit délnek fordulok, és utána egy megint nyugatias irány, majd gyakorlatilag teljesen északnak fogok fordulni. Néha kicsit északnyugat, néha kicsit északkelet, és irány Prága. Először egyébként Grác lesz az ilyen komolyabb megálló, idézőjelbe. És akkor ugye Prága a végcél, aztán utána gyakorlatilag Csehországon végig Brno, aztán Szlovákia, Pozsony, kicsit visszakanyarodni Ausztriába, majd bejönni Magyarországra, Szombathely irányába vissza Hódosra. Nagyjából ez a program tehát. Nagyon kész vagyok. A legkisebb emelkedés egy gondot jelent. Totál edzetlenség. Pedig nemrég még egész jól álltam az elillant, hát nem tartottam fent edzéssel, nem volt időm.
Na, hát akkor gyerünk. Néha azért így éjszaka is bekapcsolom majd a kamerát, csak hogy tudósítsak. Rendesen éjszaka van, már ilyen kis falvakon keresztül jöttem hódos óta. Ez Muraszombat. Az első ilyen nagyobb bacska település. Hát itt nem időzöm. Radenci. Pont azon gondolkodtam, hogy milyen főútvonalam volt ez régebben, illetve most már nem, és lekanyarodtam az osztrák határ felé. Tehát ez a környék, aztán egy kicsit már régen jártam erre. Régebben sokkal többet. Lenart, Maribor, Ausztria jobbra. Mutatta a tábla. Nekem a trekkem is jobbra tart. Szóval csak így akarom mutatni, hogy irány Ausztria. Österreich, Ausztria. Na, hát akkor itt a határ. És a Mura. A település pedig Gornja Radgona. Átkelés a Mura fölött, szép a híd. Zubog a Mura alattan, kicsit meg van áradva. Láttam korábban. És akkor tehát Steiermark. Hát nem tudom, hogy milyen gyakran fogom bekapcsolni a kamerát, de ez egy időnként fogom. Most így a nagy éjszakában tekerés Graz felé. Bad Radkersburg, ezt még akartam mutatni. Jó, hát akkor irány. Na gyerekek, 3 másodperccel ezelőtt kapcsoltam ki a kamerát. Elrontottam. Ugye, mert a kamerát fogom, és nem a GPS-t nézem. Itt kell lekanyarodni a híd előtt. És akkor most jövök át a határon. Mert ugye visszakanyarodta a híd mellett, és akkor egy ilyen kis rövidítéssel ismét szlovéniai szakasz következett. Hát, mint hogyha ez most lett volna, de azóta jöttem már vagy 40 kilométert, vagy lehet, hogy még többet is. Ilyen egész komoly emelkedők is voltak, még szerpentin is. De most megyek át akkor Ausztriába. Mindjárt megnézem, hogy hány kilométernél tartok. De jó volt egyébként. Kilépett elém egy határőrt, mondtam neki, hogy can I go? Akkor így válaszolt, hogy sure. Még lefékeztem, azt mondtam neki, hogy bocs, ezt eltévesztettem a házszámot, megyek vissza. Na, itt is volt határőr, de mondta, hogy rám mosolygott, azt mondta, hogy mehetek. Hát továbbra is igaz, hogy Steiermark. Na, 85 kilométernél vagyok. 540 méter szint körül, tehát mondom, itt volt azért egy kis ilyen dombsági szakasz, enyhe középhegységi talán inkább. Kis szerpentinekkel, egész jó volt. Na, akkor egy egész hosszú osztrák szakasz következik most. Időnként bekapcsolom a kamerát. Nagyon hangulatos gyerekek ez az éjszaka. 1:30 van egyébként. Vettem egy kólát egy non-stop automatánál. Most azon gondolkodom, hogy gumicukrot is veszek. Hát lehet, hogy azt nem. Graz. Megérkeztem Grazba. Igen, itt erre. Jó. Egész jó a helyzet. Megálltam egy non-stop benzinkútnál. Erre is jó a nagyváros. Rendkívül kedves volt a kiszolgálás. Hát igen, egy jó nagy adag cappuccino. Erre nagyon nagy szükségem van. Thank you.
Rég voltam már Grazban. Igaz, akkor is kerékpárral. Megtartottam jó szokásomat. Gyerekek, hát én nagyon fáradt vagyok. 128 kilométernél vagyok. A 6-700 méter szint között. Nagyon fáradt vagyok. Hát mi lesz így? Ezt tényleg föl kell adnom. Ez könnyen meg lehet. Ez a kávé mondjuk egy kis erőt azért így töltött belém. De hát mi lesz így velem? Hát így, kicsit pihentem is a kávé mellé, leültem, ez az első pihenőm. 127 kilométernél tartottam meg az első igazi pihenőt, mert ahol így le is ültem, mert hogy oké, hogy automatás, kóla, meg egyszer-kétszer megálltam betolni egy csokit, így gyorsan, így behabzsoltam, de így, hogy így leülök, kicsit előveszem a telefont, írok a feleségemnek, meg úgy picit úgy el vagyok gondolataim, ilyet még nem csináltam indulás óta. Most úgy éreztem, hogy kell. Negyed öt. A pirkadat jelei nem most jelentek meg, már egy ideje lehetett látni, hogy világosodott az ég alja, de most már a kamerát is volt értelme bekapcsolni. Elég hegyvölgyes a pálya. Előttem van egy 1200-as hágó, de még nem most. Tehát ugye persze egyértelműen világosban, majd valamikor a délelőtt folyamán meg kell mászni. Egy kis helyzetjelentést, mert az előbb elfelejtettem igazából adatokat mondani. Na most, hát nem sokkal van később, 3:45. Túl vagyok a 150 kilométeren, sőt mindjárt 160-nál leszek. 850 méter szintnél körülbelül. Haladok. Csak ne lennék ennyire készen. Ura és Fronleiten. Nagyon igazi osztrák történelmi kisváros. Nyitott pékségben nem is reménykedem így vasárnap hajnalban, de azért nagyon jó lenne. Eléggé az Alpokban vagyok már. Meg a nap is lassan felbukkan majd a hegyek fölött. Jó hűvös van. Eddig rövidújúban voltam, meg hát az a nagyon jó dekatlanos mellény rajtam. Tehát ilyen láthatósági mellény, csak ilyen erős szélálló anyagból. Nem fáztam különösebben, de most így hirtelen nagyon hideg lett. Fölhúztam a hosszú ujjum ezt, azt is hoztam magammal, de most már minden oké van megint. De tulajdonképpen így át kell kelni keresztben az Alpokon, még ha nem is az Alpok legmagasabb vidékén, legmagasabb szakaszán, de át kell kelni. De szépen kisütött a nap. És Brook Undermoor, régi kedves ismerős, de sokszor jártam erre kerékpárra. Több filmemben benne is van. Kérésem meghallgattatott, egy benzinkút, és hozzá egy billa. Jó kis pékség volt a billában. Nagyon friss péksüteménnyel, úgyhogy kajáltam is egyet, gyorsan.
illetve összefutottam a magyar bringással, magyar bringás résztvevővel. A bolgárok nagyon előre mentek már, hát ők úgy hárman bolyozva azért elég nagy tempóra képesek, úgy váltottan elől. Szóval ők úgy a tempóra nagyon rámentek. Nekem ugye itt most az életben maradás a fő célom, hogy a 90 órán belül, eredetileg 75 óra volt a célom, amikor még ilyen jobban edzésben voltam, és úgy terveztem a dolgot, és úgy könnyű volt 75 órára belőni, mert úgy tényleg meg tudtam volna csinálni, ebben meg tudnám. De most átraktam 85 környékére inkább a tervet. 85-90, hát nagyon kész vagyok. 190-nél vagyok egyébként, így Brook under Moore-nál. A gyerekek, eddig is az Alpokban voltam, már hosszú órák óta, de most aztán nagyon ott érzem magam. Olyan keleti Alpok, ami alacsonyabb, mint a nyugati, bár jóval szélesebb. Tehát most ezen a széles részen kell átkelni, de mondom, a legnagyobb hágó 1200-as. Azon kívül persze egyfolytában föl-le, olyannak rendje és módja. De nagy magasságok nem lesznek, azért az 1200 sem lebecsülendő. Mindjárt kezdődik a mászás. Egyre följebb érek, hát most már lassan 800 méteren leszek. Fokozódik a látvány, sajnos a forgalom is fokozódik. Néha egész kellemetlen. Ajaj. Ez most nem az én állapotomnak megfelelő érték. Ajaj. Kezdődik is. Szél is feltámadt. Ez a meredek rész, ez elég kemény volt. Viszont cserébe lassan 1000 méterem leszek. Ismét egy kegyetlen meredek szakasz. De már 1000 fölött vagyok, sőt, mindjárt 1100-on leszek. Már nincs sok hátra. Prebichl. Hát elvileg ez a hágó. Garmin szerint is 1200-on vagyok. Na gyerekek, én itt nem időzöm sokat, semennyit nem időzöm, mert ki ne csúszszam az időből, mert hát ez elég könnyű. Még lesz egy bukkanó, úgy nézem, tábla nincsen, nem tudom, lesz-e. 8:59-re értem fel. 9 volt a terv, de egy órája még odalent azt mondtam magamnak, hogy lehetetlen 9-re fölérni. Valahogy sikerült. Hú, de nagyon meredek volt. Igen, van tábla. Prebichl ZÜE 1225. Túloldal is jól fog kinézni. Na, úgy nézem, az az oldal is meredek, csak ez most lejtőben. Na, majd odalent bejelentkezem. Ez a település Eisenerz, most értem be. Ez a település a névadója ennek a környező Alpok vonulatnak is.
szűk, mély völgyekben jövök. Monumentális olykor a látvány. Ez Hiflau volt. Itt megálltam egy kávéra, de aztán lett belőle egy fél órás pihi. Na, kellett is nagyon. Ettem péksütit, meg normál sütit is. Ilyen normál sütit a kávéhoz. Péksütit külön. Ezt akartam mondani az előbb, elfelejtettem, hogy ki lehet találni, hogy a vidék hagyományosan minek a bányászatáról híres. Ugye Eisenerz, ebből a szóból ki lehet azért találni. Akármennyire is fontos állomása a túrának az Alpok, lassan el kell búcsúznom tőle. Következik a Duna, Dunán át kell kelni, aztán a Dunától északra elhelyezkedő hegyvidékek fogják feladni a leckét, nem is kicsit, nagyon kemény emelkedők lesznek. Igen, igen, kifelé tartok az Alpokból, de most volt az egyik legkomolyabb emelkedőm, és a túloldala is ugyanolyan. Szóval azért még vannak itt küzdelmek. Pihentem egyet itt ennél a padnál, leültem, elaludtam. Nem nagyon, tehát itt egy negyed órát aludtam. Na jó, indulok is tovább. Igen, 282-nél vagyok. Most délután 3:41 van. Nem vészes annyira a helyzet, de azért nem is jó. Nagyon hirtelen eltűntek a hegyek. Tartok a Duna felé most már. 320 kilométeren vagyok. Talán lesz belőlem valami mára. Talán. Donau mutatja a tábla. Duzzasztógát. Ips under Donau-nál értem el a folyót. Ott jön egy utasszállító hajó. Át fog zsilipelni. Izgalmas lehet, nem várom meg. ...340 kilométernél vagyok. Szintből kevesebb, mint gondoltam. Ez a Duna elérése, ez egy ilyen... lezár egy szakaszt. Csöngetnek hátulról, elengedjük. Tulajdonképpen az Alpok szakaszt. Az eddigieket... úgy alles zusammen. 2710 méter szint, 340 kilométer, én azt hittem több lesz, mint 3000. Jó kérdés, hogy idővel hogy állok, ugye ezt nem mondtam, ez is fontos. Ez egyik legfontosabb adat egy teljesítmény túrán. A 300 kilométer az szinte pontosan 17 óránál lett meg, már nem úgy, hogy délután 5-re, hanem hogy 17 órás tekerés után. Ugye a 300-as BRMX szintideje az 20 óra, tehát ezt így kell nézni, ezt a 17 órát. Annyira nem vészes, bár én 15-öt terveztem, de hát ugye mondtam, hogy nagyon rossz paszban vagyok. És hát ez a kíméletlen északi szél egész nap, ez a durva ellenszél nagyon kivette az erőmet. És ezek szerint lesz még valami, ami kiveszi az erőmet. Dunától északra húzódó meredek hegyek. Hát ugye most már Csehország felé tartok, de ez nem lesz ingyen. Ismét hegyvidéken, odalent olyan 250 körül voltam, és megint fönt vagyok 500-an, és megyek még magasabbra is. Csak itt a déli oldalban olyan kegyetlenül tűz a nap.
Hú, de jó a kilátás! Kimondottan látványos hegyvidék! Olyan, mint a valami nagy fensíkra értem volna. De fönt vagyok megint 840-en. Majdnem. Hú, de kemény mászások vannak így este, megint. Na gyerekek, megálltam ebben a fenyőerdő foltban. Alszom néhány órát, egy 3-4 órát alszom. Talán helyrehoz. Eredetileg 8-kor akartam megállni. Hát de 7:30, most nézem. 7:30 van. 19:24. Jó van. Alszom néhány órát, és akkor éjfél körül tovább indulok. Sziasztok, jó reggelt kívánok! 3:41 van. Összecuccoltam. Kicsit megcsúsztam idővel, de nem nagyon. Ha pusztán matematikailag nézem az átlagsebességet, és a szintidőnek a kapcsolatát, akkor egyébként most jelen pillanatban ki is csúsztam a 90 órából, de ugye most több órás pihenő után éppen most indulok neki, úgyhogy ezt annyira nem kell nézni, bár mindig ott kell, hogy legyen valahol az ember tudatában, mélyen a tervezéshez, de nem kell pánikolni. Na, akkor gyerünk! Éjszakai tekerés, hát ez rövidebb lesz ugye, mint a tegnapi jócskán. Jegykor álltam neki. 4-kor azért már eléggé világos az ég alja. 5-kor meg már világos is van. Hát ugye most a következő feladat a cseh határ keresztezése. Itt játszanak a kis rókák az út szélén. Nem tudom megmutatni. Nem tudom. Két kis róka. De az egyik egészen itt volt mellettem az előbb. Elővettem a kamerát és megijedt tőle. Lehet azért ilyenkor is nézelődni. Ilyen szép kis városka ez. És megint elkövettem azt a hibát, amit tegnap többször, hogy nem egy lejtő jöttem, így beszáguldott a fogalmam nincs, hogy hol vagyok. Mármint így helyileg. Gmündben vagyok. 3:45 van. Már világosodik az ég alja. Már olyan 3:45-3 körül lehetett látni a pirkadat jeleit. De most már nagyon jól látszik, hát kamerám még nem. Mondtam, olyan 4 óra felé már nagyon világos az ég alja, és 5-kor gyakorlatilag világos van. Teljesen szinte. De most azért kapcsoltam be a kamerát, mert a cseh határ közelében vagyok már nagyon. Gmünd itt van a határ mellett. Na hát, úgyhogy kíváncsian várom a dolgokat. Nem tudom, hány kilométer lehet a határ, de nem sok, nagyon kevés. Trek lehozott egy ilyen kis utcába itt, Wieland. Egy Gmünd melletti kis falu. Achtung, Staatsgrenze. Cseszka Republika. Cseszki Velenice. Ez tehát az első cseh településem. 433,5 kilométernél. Fél 4 van. Meg még, hát lehet, hogy ez nem annyira fontos, de ezért úgy érdekes, hogy mondtam, hogy 433,5 kilométer. És sokáig a túrán olyan nagyon, nagyon kullogott a szint a táv után. Ugye azt szoktam mondani, hogy megvan az 1:10 arány,
onnantól kezdve már úgy azért komolynak lehet tekinteni. Tehát, hogy 100 kilométerre 1000 méter szint jut, sokáig nem állt fenn. Jó, persze a táv így is úgy is óriási, tehát kevés szinttel is nagyon nagy táv az 1200. De hogy tegnap este óta csak emelkedés, tehát hogy oké, ott volt az Alpok is persze, de a Duna óta, tehát az nagyon durva, meg most éjszaka is egyfolytában csak főfelé, lefelé, fölfelé, lefelé. Szóval 4200-ra följött, tehát hogy 433-ra 4200, még mindig nincs meg az 1:10 arány, de hát ez ilyen szőke paraszt hajszál. Második hajnalom, ezúttal Csehországban. Hú, de hideg van! De jó kis pára tenger mellettem, olykor benne is megyek, és didergek. Idegebb van, mint tegnap reggel. Itt baromi jó ilyen kis utakon jövök. Nagyon tetszik, nagyon elhagyatott. Kora reggeli busz itt a falvak között. Van a hátulján kerékpárszállító. Na, néhány perc múlva 5 óra. Szóval most már teljesen nappali szakasz ismét, még hogyha a nap nem is kelt még föl. Frankó kis falvak, kis dombok között jövök, de a háttérben vannak hegyek is, jó kis erdők. Egyébként nem először vagyok Csehországban, hát mármint, hogy kerékpárral, mert hát kerékpár nélkül is voltam Csehországban, többször is, de kerékpárral is voltam, az első külföldi túrám, de nagyon régen, 2001-ben. Akkor úgy Ausztria felől Brno, és aztán Prága, tehát ugye most is Prágába megyek, csak Brnóba visszafelé, tehát Prága felől. Nagyjából 150 kilométerre lehet még Prága, ha minden igaz. Felkeltem. Már éppen itt most a vezetékek miatt nem olyan szép a kilátás. Kétszer is voltam Csehországban kerékpárral. Második alkalommal 2004-ben, akkor észak felől lengyelországi túra volt az, és így hazafelé menet került sorra Csehország. Brnót akkor is meglátogattam. Na szóval, egy kávézó, egy nyitott kávézó, az nagyon sokat lendítene. Így a tempomon is, meg így hát a hangulatomon főleg. Nagyon jók ezek az erdők, megmaradt bennem ez így a két csehországi kerékpáros kiruccanás óta, olyan tök jó erdők vannak. Jó lenne, hogyha majd este is, amikor majd aludnom kell, hát annyit nem, mint most éjszaka, de ez most nagyon kellett, ez a 4 órás alvás. De hogy 2 órát, hogy szeretnék legalább. De akkor is jó lenne, hogyha ilyen erdők lennének. Hát bízhatok benne egyébként. Ez a madárcsicsergés, ez a hajnali madárcsicsergés. Ez nagyon jó hangulatú most a tekerés. Az országnak ezen a déli részén vannak ilyen kisebb-nagyobb tavak. Mert annak idején is nagyon tetszett, most ugye nagyon hangulatos. Nem ez az első, csak eddig ilyen kisebbek voltak, de most ilyen nagyobb. Viszont
az erdők, amik így a tó körül vannak, vagy a tavak körül vannak. Bocsánat, gyerekek, a néha már így a hangom egy kicsit így elbicsaklik, hogy ilyen fogalmazási zavarjaim vannak. Hát nagyon, nagyon ki vagyok, nagyon fáradt vagyok. Ez a város Trzebony, vagy valahogy így kell talán kiejteni. Ez a tópart, ez zseniális. Van kemping is. És akkor most merre? Ja, erre. Igen. Na gyerekek, mondom, mi a helyzet. 7 óra van. Most már magam mögött hagytam azokat a jó kis pici utakat. Nagyon forgalmas úton is kellett mennem. Volt is egy necces helyzet egy kamion miatt. Ilyen jó nagy kamion forgalom volt. Be se kapcsoltam a kamerát, inkább koncentráltam. Ez most nem olyan vészes ez az út. De lehet, hogy az lesz. 7 óra, és gyakorlatilag egyébként vicces, de pont 7-kor lett meg az 500 kilométer. Tehát 500 kilométer van már mögöttem, ugye 34 óra alatt, viszont ugye ebben a 34 órában volt egy nagy alvás is. Egy 4 óra alvás plusz ugye sátorállítás, lebontás, stb. Ilyen bruttó időben ilyen 5 órás. Szóval annyira nem rossz, csak hát annyira nem is jó. Annyira nincs még semmi, de semmi nyitva településeken, hogy megálltam egy benzina, benzinkútnál, benzina. Ezt így ízlelgessük, ezt az elnevezést, benzina, benzinkút. És mondtam, hogy kipróbálom. Volt mega adag kávé, mega, ez volt a neve, hogy mega. 70 korona volt, elkérték az árát eléggé. És ugye szoktam mondani Szlovéniában, hogy nincs jobb a kávé kokta kombónál, de van a kávé kofola kombó. Ez még annál is jobb. Igen, most így meg kell szokni, hogy nem euró, hanem korona. Jó, hát fizethetek kártyával is, ha akarok, tehát semmi gond nincsen, de váltottam valamennyi készpénzt is. Ez egy 100-as. Jó. Tehát ez kicsit több, mint ez a kávé. Nem tudom, mennyire lehet csapzott a fejem, de gyerekek, vállalom. Vállalom. Nem pihenhetek itt sokáig, mert indulnom kell, egy negyed órát engedélyeztem magamnak. 500 kilométer, azért ez mégis egy jelentős mérföldkő, de még mindig egy 100-as a táv fele. Tehát, hogy most kiszenvedek magamból 100 kilométert, akkor leszek a táv felénél. Szóval most úgy visszaemeltem az átlagomat egy jó kis szintre, tehát megint jól benne vagyok a szintidőben. Hát reggel is igazából úgy rosszul mondtam, hogy kiestem az időlimitből, nem annyira estem ki, mert ott voltam nagyjából a határán, de azért azt már lehetett annak mondani, hogy ott most már, tehát annál a szintnél már ott vigyázni kellett, nagyon ott egy kicsit aggódtam. De most nincs gond. És akkor irány Prága, egy kávé és egy kofola után. Ez a pihenő, ez most nagyon kell. Van egy felhősödés, teljesen befelhősödött az ég. Nem tudom pontosan, hogy ez mit jelent, vagy mi lesz később. Egyelőre nem esik az eső. Kávézás óta jöttem egy jó 30 kilométert. Tábor városáig a 3-as számú főútvonalon. Hát nagyon forgalmas volt, de jó széles. És a szélső fehér sáv mellett pedig volt egy hatalmas rész, ahol lehetett kerékpározni. Itt Tábornál pedig erre a kis útra tértem rá. Hát nem is filmeztem. Most jutott eszembe egyébként, hogy lehetett volna filmezni, de
város maga is annyira forgalmas volt, hogy örülök, hogy kikecmeregtem belőle. Lehet, hogy ez egy kicsi út, de határozott a cél. Olyan jó 70 kilométer lehet Prága. Talán 70. Úgy számolom. Közben kiderült számomra, hogy ez a kicsi és nagyon kicsi forgalmú út, tehát hogy kis út és kis forgalmú út, így értve kicsi és kicsi, ez is a hármas főút. A hármas az a nagyon-nagyon széles, nagy, forgalmas, folytatódott egyenesen, de akkor ott átment valami gyors forgalmiba, hogy a fene se tudja. Ez meg úgy, tehát arról ott le kellett fordulni, és ez annak a folytatása, valószínűleg a régi főút tényleg ez. Régen erre haladtak inkább a nagy kamion konvojok, és aztán építettek egy újat. Ez is a hármas, de autóval alig találkozom. Ez kellemes meglepetés, mert az elmúlt néhány órám az nagyon zsúfolt utakon ment, kicsit kellemetlen is volt olykor. Különösen a reggelhez képest nagy kontrasztja volt. A reggeli pici utak. Na, nem jó hír. Visszaágazom abban nagyon forgalmasba. A fenébe. És ráadásul eltűnt az a széles sáv. Ezen a fehér csíkon jövök, de ez meg ráz. Bitang forgalmas. Nem szabadna BRM útvonalat ilyen utakra tenni. Ez az egyik leggázabb út, ahol valaha kerékpároztam. Na most legalább megint itt van ez a sáv. De máskülönben gáz még így is. Na itt szerencsére le kell menni. Csak nehogy vissza kelljen jönni erre az útra. Jobbra le kell fordulni. Hát ez már azért jobban fest. Nekem valóbb. Na erről ennyit. Idáig tartott a nyugalmas tekerés. Vissza kell menni a főútra megint. Nagy ijegységre iszom is egy kofolát itt a benzina kútnál. Hát ez nagyon gázoltos. Megint lehozott a Trek róla, de már nem bízom benne. Na azért ez jobb. Ezen is van forgalom, de hát semmi ahhoz képest. Most például csendes teljesen. Ja, igen, és még, amit nem mondtam az előbb, de az előző snittet is most egy-két perccel ezelőtt vettem föl, hogy mára már megvan a 200, a dél múlott. Hát azért lehetne jobb is a helyzet. És megpillantottam Prágát lenne a völgyben. Na most már ez az út is nagyon forgalmas lett. Ha hiszitek, ha nem, megérkeztem Jesenicébe. De ez a Jesenice nem az a Jesenice. A szlovén, ahol már idén is voltam, meg régebben sokszor, rengetegszer. Ez a cseh Jesenice. A másik érdekesség, amit még feltétlenül el kell mondanom, az az, hogy elértem a 600 kilométert a túrán. Tehát 600, ami az 1200-nak a fele. Prága. Hát rohadt nagy a forgalom. Ráadásul jó, be is fűtöttek.
Az út is rossz. Kezdek közelíteni a belváros felé. Nézzétek, egy prágai villamos. Épp most nemrég néztünk valami dokumentumfilmet a kisfiammal a prágai villamosokról. Belváros felé tartok. Egész jók a kerékpársávok. Jó kis belvárosi tekergés. Itt megy egyébként előttem a magyar fickó. Néha-néha össze szoktunk futni. Még így 600 km után is így előfordul. Na erre jön, vagy arra megy a villanyos. Jó van, azért nyilván megnézem, bár nem gondoltam volna, hogy ott le fog kanyarodni, de hát mindenképpen a villamos az erősebb. Győződjünk meg róla, merre megy. Lassan itt a történelmi belváros. Van a túloldalon egy kerékpárút is, de ez a sáv is olyan jó járható, hogy nem mentem át. Megöttem egy villamos. A két sín közé volt fölrakva a kerékpársáv. És úgy jöttünk át az alagúton, hogy mögöttem jött a villamos. Mert benne az alagútban ugye nem volt külön hely a kerékpársávnak, és akkor a két sín közé volt fölfestve. Na ez a villamos jött mögöttem. De az nagyon tetszik, hogy több villamos is így összetorlódik így időnként. Ez a kicsi ott, ez a piros, az nagyon tetszik. Az is előzgetjük egymást. Na, egyszerre indultunk. Sinek között azért rossz így országútival. Időnként kicsit így ráparázok. Bemegy a kerék, ez a vékony kerék. Na, jót lehetne esni. Le kell írni egy félkört a track szerint, így a belvárosban. Itt jövök át. És majd, hát majd ott szerintem vissza. Na, ilyen is ritkán van, hogy az ember Prágát meg se nézi, tulajdonképpen csak így kutyafuttában. Mert nincs ideje. Na, hát igen, és akkor a Károly hídon talán vissza? Ez a tippem. Az lenne igazából is stílszerű. Jól néz ki. Ilyen a kilátás. Ide ültem egy étterembe. Iszom egy jó kis csapolcsört. Ezt Prágában kell, és van pikoló. Nagyobbat nem mernék. És eszem egy, hát azt mondták nekem, hogy valami isteni finom ház specialitása cheeseburger van. Azt mérnek. Hát kíváncsian várom, mert nagyon éhes vagyok. Kaja után egy kis városnézés. Na jó, hát ez a városnézés, ez követi a trekket. Igen, a Károly hídon megy vissza, logikus is volt. Bocs, egy kicsit remeg a kép. Macska köves. A híd és a híres szobrai. Kicsit sétálok, bár ebben a cipőben nem a legjobb, majd mindjárt visszaülök. Lejöttem a hídról. Ez a város egy csoda egyébként. Sokkal több idő kell hozzá, de egy gyors látogatásnak azért mégiscsak valami. Ezek a kis utcák.
irodalmat, történelmet kedvelők paradicsoma, Prága. Ismét a forgalomban, most már csak el kell hagyni valahogy a várost, nem lesz egyszerű ez se. Jól megjárat a trek, ismét átkelés a folyón, ami ugye a Moldva, csehül Vltava, sárga. Búcsúképek, búcsúzás. Hát, néhány órát voltam csak itt, összesen, ugye már a bejövetellel együtt. Itt a történelmi belvárosban mennyit? Egy órát voltam összesen? Ó, de durva volt ez a nagyvárosi forgalom. Sávokat váltani. 5 órai csúcs. Mikor kell visszaindulni pont ilyenkor? Hát még nem volt 5 óra, de tömfélöt. De most már nagyon kifelé tartok. Fogalmam nincs, hogy hol vagyok egyébként. Hát a trek az hoz. Taxi, kerékpár, busz. Azaz innen nézve busz, kerékpár, taxi. Jó ez így. Na most úgy tűnik, mintha elhagytam volna a várost, így hirtelen. Ideje volt már, mert annyira lassan lehetett haladni, annyira tötymörgős volt az egész. Rengeteg időt veszítettem a terveimhez képest. Na ez meg szépen előzött. Mutatok kerékpár túrás táblát. Na gyerekek! Azt fontosnak látom megemlíteni, hogy 18.00 van, tehát délután 6 óra. Ez mit jelent? Hát igen, egyrészt az, hogy kezd véget érni a nap, én meg sehol nem vagyok. De azt is jelenti egyben, hogy egészen pontosan 45 órával ezelőtt startoltam el Hódosról. És a 45 az épp a 90 óra szintidőnek a fele, tehát a felénél vagyok időben. Mi megható pillanat. És biztos megkérdeznétek, hogy és a táv, tehát hogy 1210 egyébként a hivatalos táv, 1211, 10, 10 és fél, valami ilyesmi. Fél kilométerekre nem adunk már 1200 kilométernél. Na hát 640-nél vagyok. 642, valami ilyesmi. Tehát kicsit több, mint a felénél. Viszont a nehezebbik fele van meg. És ez bizony egy komoly fegyvertény. Kis nyugodt utak után, ismét főút, de ez most nem olyan forgalmas, és jó nagy sáv van itt, legalábbis egyelőre. Remélem nem fog megszűnni. Lassan már gondolkodom az estén, hát azért még kell menni néhány órát, de már nem sok van a mából. Néhány órát aludnom kell, különben széthullok. Kezd nagyon rámesteledni, alvóhely sehol. Na gyerekek, nem hiszitek el, mi van. Vihar jön. Bemenekültem egy busz megállóba megnézni egy egyeneten, megnézni mondjuk a radart vagy valamit. Hát nem tudom, mi lesz most. Na, éles váltással.
éjjeli egy óra múlott, néhány perccel, jött a vihar, követtem egy kicsit a radaron, picit elkezdett kopogni a tetején az eső, de a szél az tombolt, nagyon-nagyon fújt. Közben azt az övtáskámat így magam alá kaptam, leborultam és ma aludtam is. 5 percig kopogott egyébként, talán 10 az eső vége is lett, de addigra már nekem is végem lett. Aludtam. Jó, indulok tovább. Na, jövök már egy ideje. Most éppen kitartó emelkedőkön. De ezt nagyon jól lehetett látni a magasságdiagramon. Prága és Brno között egy hegyes, hegyvölgyes rész is van. Ez utolsó nagyobb. Utána már nincs ilyen, de ez még így az egész túrát nézve a legnagyobbak között van. Tehát ezt most, ezt a feladatot, ezt teljesíteni kell. Háromnegyed öt. Közben azért eléggé kivilágosodott. Felhős az idő. Hát kicsit hűvös is van. Na hát, kis helyzetjelentés. 755 kilométer, 6850 szint. Idővel pedig nem állok jól. Ez annak is köszönhető egyébként, hogy az előbb leültem egy fél órára és aludtam egyet. Pont fél órát. Nagyon kellett. Na megnézem, van-e itt kávé, az van kiírva, hogy 5-kor nyit. És az már 5 perc elmúlott. Csaj van bent, késve érkezett. Szót nem beszél angolul, de van. Dalmair to go. Jó nagy kávé. Tényleg elég szintes szakasz ez. Most egy nagyon komoly emelkedőn jövök fölfelé. De amikor elindultam a busz megállóból éjjel, akkor voltam 6157-nél, és most már 7000-nél vagyok. És hát nem is volt az olyan régen. De elvileg majdnem 800-ig fölmegyek. Egyre feljebb jutok, már közeledem a 700-hoz. A Brevé eddigi legrosszabb minőségű burkolata, díjat nyerte meg ez a szakasz, de semmi gond, mert nyugalmas. Itt egész sok eső esetett az éjjel. Nagyon sok pocsolya van. Néha, mint a picit szemerkélne is valami. Itt például tiszta víz az út. Na most már lejtmenetben vagyok. De lehet, hogy lesz még emelkedő. Úgy tippelem. Oda süssetek, milyen idilli környezet. Mintha az Alpokban lennék. Ez az útszakasz. Talán az egész túrát nézve az egyik legjobb. Lépcsőzetesen emelkedik. Kis visszagurulások után kapaszkodás. Nem nagyon meredek, de azért meredek emelkedők. 774-en vagyok. Én azt hiszem, hogy most érhetem el a tetejét nagyjából. Nagyon tetszik ez a szakasz. Forgalom pedig nincsen. Csak amit akartam mondani, hogy éppen rám fért már egy ilyen útszakasz,
a tegnapi nagyon forgalmas szakaszok után, meg a prágai csúcsforgalom, na az még kemény volt. Ott elvesztettem legalább másfél-két órát a tervezethez képest. Egy jó kis visszaereszkedést követően a szakasz legkomolyabb emelkedője kezdődött meg, és most 780-ra is följöttem. Tolok egy jó kis stop kafét benzinánál. Gyerekek, én már úgy vagyok való, hogy egyfolytában csak meg akarok állni pihenni. Nagyon kész vagyok. Lehet, hogy ezt föl kell adnom. Nagyon ott vagyok. Egyébként, meg hogy hol vagyok, igen, hát mindjárt 800 kilométernél. Na, hát annak ellenére, hogy ez a nagyon szintes rész véget ért, ugye azért vannak szintek, csak hát már nem olyanok. Nem olyan nagyon nagy emelkedők, hosszú lejtők. Emelkedők, lejtők persze vannak, de nem nagyok már. Feltűnt a, hát itt a fák mögött nem látszik, de feltűnt Brno. A második legnagyobb város Csehországban. Na már teljesen Brno szélén vagyok, ezért mindig nem Brno. Egy 5 kilométer talán, 4. Elég nagy a forgalom. Na tehát akkor Brno. Ez a főút, a régi főút, van most már autóút is mellette. Most azért ilyen gyér a forgalom. Nagyon-nagyon hirtelen volt egy leágazás az autóút felé, és onnantól kezdve megjavult a helyzet. Úgyhogy most frankó dolog. Na, egy kávét iszom Brnóban. Itt is megnyertem a jó kis nagyvárosi tekerést. Ott szembe abban a kebab house-ban vettem magamnak egy kis ellátmányt. Nagyon éhes vagyok. Itt is baromi jól néznek ki a villamosok. Meg a nagyvárosi tekerés is érdekes, de működőképesnek tűnik. Kétszer is voltam már korábban, talán mondtam is már, Brnóban kerékpárral, de az már jó régen volt. Na akkor Brnóban is egy kis városnézés. Persze nem túlságosan elmélyült, mert menni kell, de nagyon, nagyon kéne, nem is tudom, hogy mondjam. Egy kis kilátás a városra. Na, de most már odalépek a pedálra, mert nagyon kell mennem. Volt egy nagy zápor, szakadt az eső. Szakadt. Egy ilyen tető alatt vészeltem át. De egyébként az egész egy 10 perc, negyed óra. Tehát ki lehetett bírni, most megint egy ilyen forgalmasra hoz ki. Én nem örülök neki. Útlezárás a trekken. Nem szoktam igazából megszegni ilyen szabályokat, de egy autós éppen arra elment. Vadi új aszfalt, vajon mi lehet? Mondjuk MIMO, az azt jelenti, hogy kivéve. Stavbi vozidla, nem tudom. Tehát kivéve, tehát valakik azért elmehetnek. Jó, akkor magamat is odaértem. Na, átjöttünk a lezáráson. Azért mondom, átjöttünk, mert a magyar fickóval megint összefutottunk, és együtt tekertünk néhány kilométert. Igazából
ez a néhány kilométeres lezárás, ez, ugye azt beszéltük, hogy valószínűleg a teherautók miatt van, mert nagyon friss az aszfalt, mert egyébként meg használták autóval, meg motorral, meg mindennel. Tehát amíg jöttünk rajta, addig többen is eljöttek mellettünk. Most egy jó darabig nem nagyon akartam kamerát kapcsolni, mert inkább megnyomnám. De most egyszerre két fontos dolog is történt, aztán gondoltam, bejelentkezem emiatt. Hát egyszerre, néhány perc eltéréssel. Az egyik, hogy délután 3 óra. Ez azért fontos, mert holnap délután 3 órakor fog az időlimit lejárni. Tehát 24 órán maradt. A másik, tényleg néhány perc eltéréssel, megvan a 900 kilométer. Tehát a következő 24 órára 300, hát valamivel több, mint 300, mondjuk 320-szal számolhatunk. Ennyi kilométer jut, ha időben be akarok érni. Na, még annyi időre bekapcsolom, hogy erre a 900 kilométerre mennyi szint jut? 8400. Annyira nem szabad elbagatelizálni. Oda lent alattam egy hatalmas tó, oda gurulok le most. A Vestonicka tározó, ez egy mesterséges tó. A Tája folyócska vizét duzzasztották föl benne. Elvileg egy úton, így a tó víztükrén keresztül fogok menni. Hát mármint nem a tavon fogok gurulni, hanem valami híd lesz, vagy egy földnyelv. És akkor most kelek át a tavon. Nem sokára vége a csehországi szakasznak is. Esküszöm, ilyen egy galád emelkedőt a tópartról ide egészen föl. Hát nem semmi. Hát, és nagyon meredek is volt. Hát ez jó kis meglepetés volt. Republik Österreich. Na hát akkor pontosan hogy is? 946 kilométernél, akkor ismét Ausztriában. Egy kis osztrák szakasz ismét. De ezen az oldalon még pozor a tábla felirat. Kellemes tájon tekerek, így Ausztriában azért vannak szintek. Mindjárt meg lesz a 9000, így összesen a túrára. Azért elmondom a kis sztorimat. Csehországban a határ előtt az utolsó faluban mondván, hogy még van cseh koronám, beváltom egy pizzára. Nyitott, szimpatikus hely, egyébként úgy teljesen szimpatikus hely, ki volt írva, hogy pizza. Bementem, és közölték velem, hogyha nem tudom csehül kérni, akkor nem adnak nekem pizzát. Így üvöltve, hogy ha nem beszélek csehül, nem szolgálnak ki. Érdekes volt, mi tagadás. Ilyen is ritkán ér engem. Kelek át Szlovákiába. Tájafolyó.
és akkor 968 kilométernél a túra negyedik országa, Szlovénia, Ausztria, Csehország után, tehát Szlovákia egy rövid szakasz erejéig. Haladok a szlovákiai éjszakában. Csináltam egy röpke alvást. Kis sátor szúnyogok miatt. 2 óra alvás. Egyébként matematikailag nem fér bele az időbe. Nem fért bele ilyesmi, de muszáj volt. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy be tudom-e fejezni ezt időben. Na, Pozsonyban vagyok. 1025 kilométer. Vannak az éjszakai tekerésnek is nagyon hangulatos pillanatai azért. Most ezt úgy általánosságban értem. De például az, hogy most itt Pozsonyban, Szlovákia fővárosában, tök néptelen utakon így jövök. És nézelődöm. Persze épp most derült ki a számomra, hogy ez nem 1210 lesz, ahogy megadták. Ez a jó 1235-40. Ezért kicsit pipa vagyok. Jó, most nyilván nem dühöngök, meg őrjöngök, csak pipa vagyok, mert azért úgy számoltam, és akkor most kiderül, hogy ilyen 20-30 kilométerrel több lesz. Na hát akkor, azt hiszem, hogy idáig kellett bejönni Pozsonyból. Egy kis életkép. És innen úgy nézem, hogy pont 200 kilométer hódos. Tovább álltam Pozsonyból, és akkor ismét Ausztria. Ön 1042-től, mármint kilométerben. Hogy is kell menni? Igen, itt most erre. Jó. Hát gyerekek, képzeljétek, hogy mindjárt betelik a memóriakártya. Nem nagyon akartam filmet forgatni, úgyhogy igazából nem is nagyon készültem rá. Véletlen az egész, hogy most így film van. Lassan nap felkelte az utolsó a túrán. Néztem ezeket a nagy fekete felhőket. Ránéztem az előrejelzésre. Nem sokára elkezd esni az eső. És több órán keresztül esni fog. Itt van előttem a határ. Következzék a teljesítménytúra 5. országa, Magyarország. Magyarország. Tábla. Láttam ilyen táblát eleget a túrán. Többfélét is. Fertőd, ugye az első település. És aztán így Lövő, Szombathely irányában közelítem meg az Őrséget, aztán a Hódost. Annyit még így illet volna mondanom, hogy 1113. kilométernél léptem át a határt. Ez kicsit több, mint aminek lennie kellene, olyan 1100-nak kéne, 1101. De képzeljétek, ilyen már le-le esett a fejem így a biciklizés közben. Annyira fáradt voltam éppen. És benéztem egy elágazást. Be lehet nézni, hát 1200 kilométeren. Hát lehet, hogy volt 4-5 alkalmam is, de hát az olyan, hogy túlmegy az ember, és már észre is veszi, tehát amíg ezt elmondtam nektek, annál kevesebb idő még korrigálja az ember az ilyet, gyorsan visszakanyarodik, aztán kész. De ezt nem vettem észre, azon küzdöttem.
holt fáradtam, hogy túljussak a holt ponton. És hát több mint 10 kilométer. És az most sajnos rettenetesen sok. Ennyi jött rá a távra, amiről mondtam, hogy egyébként is hosszúra nyúlik, tehát hogy hosszabbra, mint kéne, 1233-ra. Aztán most így 1245-öt csináltam belőle. Vigasztalanul esik az eső. Hát kellemetlen egy kicsit. Nagyon kellemetlen volt az eső, de már elállt. Szerencsére. Irány most Szombathely. Ott a Kőszegi hegység. Egész remek idő kerekedett. Túl az 1150-en. Szombathely, most már kifelé tartok. Fenébe ez így most nagy rohanás. Ennyivel hosszabb, mint 1200. Ezzel nem számoltam, mert végig olyan jól tartottam az átlagsebességet. Mindig beülhettem úgy kávézni, hamburgerezni, nézelődtem. El voltam, mert úgyse volt meg az erőm ahhoz, hogy nagy tempót nyomjak. Csak aztán akkor kiderült, hogy ez egy jó másfél órányi plusz. Aztán még én is belerondítottam ugye eléggé. Ezzel nem számoltam. Ez most már az Őrség. Ugye Jákon keresztül Körmendre, aztán Csákány Doroszlóra tekertem Szombathelyről. És most már az Őrségben vagyok. Érdekes azért így 1200-on túl, 1222-nél nagy tempót menni, hogy behozzam a lemaradást. Én belőttem én ezt 88-89-re, de hát ez hosszabb az út. 23 kilométerrel hosszabb, mint a megadott. Na mindegy, ez van. Kíváncsi vagyok, odaérek-e. Hát gyerekek, öt országban zajlott a túra, határátkelésből volt bőven, de még egy utolsó hibázott, hogy visszatérjek a kiindulási pontba. Ilyen edzetlenül, ilyen fáradtan, ilyen kialvatlanul el sem szabadott volna indulnom. De valahogy kikupálódtam a végére. 1243 kilométer, 9985 méter szintkülönbség, és 89 óra, mindjárt meglátjuk mennyi. Na szóval, 89 óra, 8 perc, 1244 kilométer végére, 9985 méter. És 89 óra alatt Prága oda-vissza. És ne felejtsetek el egy valamit, ez a film nem is készült volna el igazából, nem akartam kamerát hozni. Csak a feleségem ott könyörgött nekem, hogy rakjam el a kamerát, mert meg fogom bánni. Szóval ez a film csak ezért jött létre. Meg kell még emésztenem ezt az egészet. Köszönöm, hogy megnéztétek. Most nagy túraértékelő szöveget nem tudok mondani, mert kész vagyok. Ki vagyok. Hú. Csá.